Tisztelt Hölgyeim és Uraim, honfitársaim, magyarok, határon innen és túl, környezetvédő barátaim. Lassan lezárul a 2020-as esztendő, amely komoly megpróbáltatások és erőfeszítések elé állított mindannyiunkat. Mondom ezt azért, mert. Hiszen önök is pontosan tudják, hogy amit a nemzet a bőrén érzett, az sajnos az volt. De nem csupán mi, hanem egész Európa, sőt az egész világ, mert Európa az egész világban van. És így együtt, néha mégis megosztva, küzdöttünk, harcoltunk ellene, úgyhogy közben az meg itt volt közöttünk. De pont ez mutatja meg az összefogás erejét, amely nem is volt más választásunk, hiszen azok majd később lesznek. Mindeközben pedig figyelnünk kell egymásra és a környezetünkre is. Most pedig név szerint felolvasnám azoknak az eukaliptuszfáknak a latin neveit, amelyek elpusztultak az idei esztendőben, de majd később. Most azonban kapaszkodjunk össze, és tekintsünk bizakodva a 2021-es esztendőre, amely lehet, hogy szintén kihívások elé állít majd minket. Lesznek egészségügyi, gazdasági, környezetvédelmi, és még ki tudja milyen más kihívások. De mi meghalljuk a hívószót, minket ki lehet hívni bármire, legyen az párbaj, csata, harc, vagy egy pohár pezsgő. Jövőre is nagyon fontos vizeink védelme, hogy tudja horgászni, de nem csak én, hanem ön és ön is, sőt ő is. Ezért elengedhetetlen a mi. Úgyhogy fogjuk erősen, és kapaszkodjunk, mintha csak a bot végét fognánk. Hölgyeim és uraim, honfitársak, most pedig hadd szóljak néhány szót másról. Hölgyeim és uraim, honfitársaim, magyarok, határon innen és túl. Most pedig engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a legfontosabbról. Mindenkinek alapvető emberi kötelessége, hogy betartsa 2021-ben is a maszkviselés szabályait. Nem ígérem, hogy ezért levágom a bajszomat, de még így is maszkot fogok hordani. Hölgyeim és uraim, ez azért fontos, mert mindannyian, és nem külön-külön, hanem együtt, mert így. És mindenki aki, és aki nem is, az is. Fontos, hogy jövőre is betartjuk a szociális távolságot, hogy vigyázzunk egymásra, óvjuk egymás egészségét és a magunkét, és ezt ön is tartsák be. A lényeg tehát, hogy maszk legyen, mindegy milyen maszk, csak hatékony, és takarja a teljes arcot. Nagyon fontos a rendszeres tesztelés, amelyet mindenki számára elérhetővé tettünk. Azért fontos, hogy jövőre is, minél nagyobb számban, minél sűrűbben mindenki, és külön-külön teszteljen. Egy teszt, nem teszt. Ahány ház, annyi teszt. Mert sose lehet eléggé, és biztosan. És így sok probléma megelőzhető. Amint azt önök is tudják, a következő év nehéz lesz, mert nem könnyű. De mint nemzetünk már korábban is oly sok nehézséget leküzdött, hiszen itt vagyunk Európa szívében 1100 éve, majd most is. Mert a magyar, ha összefog, összefog. És ezekkel a gondolatokkal kívánok önöknek egy boldog, vírusmentes, sikeres, napelemes, környezetvédő, amazonaszi esőerdőkben gazdag, eredményes 2021-es esztendőt. Boldog új évet, Magyarország!